Olyan országot kell építeni, ahol a munkásoknak és a munkának becsülete van, ahol minden fiatal kezébe jut egy értékes szakma vagy hasznos diploma. Hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Budapesten a Hungexpón a 11. Szakma Sztár Fesztivál megnyitóján. Ez a célunk, ezért kötöttünk megállapodást a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, és ezért fogunk újabb megállapodást kötni az előttünk álló 4 évre is, mondta a kormányfő. A jelenlévő diákoktól azt kérte, építsük fel közösen azt a Magyarországot, ahová mindig vissza lehet térni. A magyaroknak ugyanis mindenért meg kell küzdeniük, a saját szakembereikért, fiataljaikért és jövőjükért is, fogalmazott Orbán Viktor. Európa ma úgy van összerakva, folytatta, hogy a szerencsésebb múltú és gazdagabb országok el tudják szívni más nemzetek szakképzett fiataljait. Rátok is pályáznak más országok munkaadói, hívta fel a figyelmet. Szerinte erre 2 válasz adható. Egyrészt büszkék lehetünk rá, hogy a magyar fiatalok bárhol meg tudják állni a helyüket a világban. Másrészt felépítjük azt a Magyarországot, ahol a fiatalokat munkahely, tisztességes fizetés, biztonság és a saját családi otthon lehetősége várja. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, a legutóbbi parlamenti választáson a magyarok úgy döntöttek, Magyarország továbbra is maradjon Magyarország. Hamarosan eljön az idő, amikor hazánk jövőjét ti fogjátok alakítani. Hogy milyen lesz Magyarország 20 vagy 30 év múlva, azon is múlik, hogy ti, önök, most milyen utat választotok magatoknak. Azok a fiúk és lányok, akik ezen a versenyen szerepelnek, néhány éve még ugyanez előtt, a választás előtt álltak. Ma pedig már saját szakmájuk sztárjai. Most pedig azért versenyeznek, hogy hamarosan Európa legjobbjaival mérhessék összetudásukat. Tisztelt diákok, én azt kérem tőletek, önöktől, hogy építsük fel közösen azt a Magyarországot, ahová mindig vissza lehet térni. Mi magyarok már megszoktuk, hogy mindenért meg kell küzdenünk, még a saját szakembereinkért, a saját fiataljainkért és a saját jövőnkért is. Tudnatok kell, hogy Európa ma úgy van összerakva, úgy van megalkotva, hogy szerencsésebb múltú és gazdagabb országok el tudják szívni más nemzetek szakképzett fiataljait. Ránk, rátok is pályáznak más országok munkaadói. Erre mi magyarok 2 választ adhatunk. Egyrészt büszkék vagyunk rá, hogy a magyar fiatalok bárhol meg tudják állni a helyüket az egész világon. Másrészt felépítjük azt a Magyarországot, ahol a fiatalokat munkahely, tisztességes fizetés, biztonság, a saját családi otthon lehetősége várja. Gondoljátok el, mire is lenne jó egy olyan világ, amelyben nem mondhatja el az ember, hogy van egy nyelv, egy kultúra, egy haza, amely az ő otthona, és ahova ő bármikor visszatérhet. Erről szólt a legutóbbi április 8-ai országgyűlési választás is. A magyarok úgy döntöttek, Magyarország továbbra is maradjon Magyarország. A Nemzeti Választási Bizottság a benyújtott fellebbezések alapján egyetlen választókerületben sem rendelt el a szavazatok újraszámlálását, közölte az MVB elnöke hétfőn az M1-en. Patyi András azt mondta, az újraszámlálás elrendeléséhez tényeken alapuló bizonyítékra vagy magas szintű valószínűsítésre alapot adó körülmények bemutatására van szükség. Közölte, a testülethez mintegy 180 fellebbezés érkezett be. Azért ilyen sok, mert lényegében minden választókerületi eredményt, ahol nem az ellenzék nyert, megtámadtak. A fellebbezések egy nyomvonal szerint egy szövegtörzsre készültek, és alapvetően országos jelenségeket vetettek fel. Ezek egy részét a szavazást követő 3 napon belül lehetett volna megtámadni, de a konkrét szavazókerülethez köthető kifogások esetében sem döntöttek az újraszámolás elrendeléséről, számolt be róla az MVB elnöke. Hozzátette, sokan kifogásolták azt is, hogy a szavazás napján meggyengült az MVB honlapja. Patyi András hangsúlyozta, ez nem befolyásolta a szavazás eredményét, hiszen nem az oldal az eredmények forrása, hanem a források alapján kerülnek fel az eredmények a honlapra.
Nem lehet kérdéses, hogy a külhoni magyaroknak biztosítani kell a beleszólást a nemzet sors kérdéseibe, jelentette ki Gulyás Gergely, a Fidesz alelnöke, parlamenti frakció vezetője az Erdélyi Krónikának adott interjúban, amelyben maximális sikerként értékelte a határon túli magyar szavazópolgárok mozgósítását. A kormánypárti politikus a hétfőn megjelent interjúban alapvetően tévesnek minősítette azt a számmisztikát, ami az elmúlt napokban kezdődött a külhoni magyar szavazatok jelentőségével kapcsolatban. Kifejtette már 2010-ben, majd az új alaptörvény elfogadásakor, 2011-ben abból indultak ki, hogy a magyar nemzet egységes. És ha a magyar nemzet egységes, akkor csak magyar ügyek vannak, nincsenek határon inneni és túli ügyek, fogalmazott. És természetesnek nevezte, hogy egy kolozsvári, egy délvidéki, székelyföldi magyar, vagy egy felvidéki, kárpátaljai magyar ugyanúgy beleszól az anyaország ügyeibe, ahogy ő is szívesen elmondja a véleményét a határon túl a magyar közösségekben zajló folyamatokról. Megjegyezte, le lehet bontani az eredményt határon inneni, túli, megyei vagy kerületi szintre, de valójában éppen az a lényeg, hogy az egységes magyar akarat kifejezésében a határon túli nemzetrészek is részt vállalnak. Távozik az Emberi Erőforrások Minisztériuma éléről Balogh Zoltán, aki a következő időszakban teljes munkaidőben vezeti majd a Polgári Magyarországért Alapítványt. Derült ki az Origo portál interjújából, amelyet a fideszes politikussal a Tárca jelenlegi vezetőjével készített. A hétfőn megjelent interjúban Balogh Zoltán elmondta, a jövőről két hosszabb beszélgetése volt a miniszterelnökkel a választások után. Mint felidézte, Orbán Viktor azt mondta, az Emberi Erőforrások Minisztériuma ebben a struktúrában és összeállításban marad. Nekem ezzel kapcsolatban voltak változtatási javaslataim, amiket ő nem fogadott el. Felajánlotta, hogy válasszak, vagy ebben a formában folytathatom a munkát, vagy van számomra más ajánlata is. Én az elmúlt 6 évben beletettem a minisztériumi munkába, amit tudok, így ezt nem akarom folytatni, mondta Balogh Zoltán. Az utódlásra vonatkozó kérdésre azt válaszolta, 3 nevet kért tőle a miniszterelnök, ezek közül választ majd. Hangsúlyozta, a másik feladat, amelyet a miniszterelnök felvázolt, nagyon izgalmasnak tűnik számára. Itt az idő, hogy olyan munkát végezzen, amely kevesebb napi szintű kitettséget jelent a nyilvánosságnak, fűzte hozzá. A miniszterelnök arra az alapítványi munkára kérte fel, mondta, amely a kormányzat szellemi jogi hátterét alapozza meg az Európában folytatott küzdelemben. Tudatta, a Polgári Magyarországért Alapítványt a Fidesz párt alapítványát formálisan most is ő vezeti, de a napi kormányzati feladatok nem tették lehetővé, hogy ott is teljes értékű munkát végezzen. Erre a lehetőségre igent fogok mondani, közölte. Az Európai Parlament múlt héten elfogadott határozatában 2 rendkívül veszélyes, Magyarország érdekével teljes mértékben szemben álló megállapítást tesz, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter hétfői budapesti sajtótájékoztatóján. Szijjártó Péter azt mondta, Brüsszel szerint a migráció egy megélhetési modell, amely rendkívül veszélyes, hiszen ezzel az Európai Unió elismeri mindenkinek a jogát arra, hogy a megélhetése érdekében migránsként utazzon, felrúgva a határvédelemre és a szuverenitásra vonatkozó szabályokat. Szijjártó Péter hozzátette, az Európai Parlament határozata rögzíti, el kell érni a visszaküldés tilalmának érvényesülését is, vagyis a külügyminiszter szerint az EP azt akarja elérni, hogy egyetlen migráns se lehessen visszaküldeni oda, ahonnan érkezik, és a migránsok jogi státuszuktól függetlenül jogosultak lennének mindenfajta szolgáltatásra. A visegrádi országok közötti együttműködés erősebb, mint valaha, de fontos, hogy a katonai, politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatokon túl lelki együttműködésüket is erősítsék, mondta a honvédelmi miniszter hétfőn Budapesten a V4 országok tábori lelkészi szolgálatainak konferenciáján. Simicskó István szerint a mostani kihívásokkal teli időszakban a V4 országainak spirituális értelemben is példát kell mutatniuk Európa nyugati felének. Európának a nyugati civilizációnak lelki és szellemi megújulásra van szüksége, ezért egyfajta missziós tevékenységet kell elvégeznünk, és ez a legfőbb segítséget a történelmi egyházak adhatják, fogalmazott a miniszter.
Kiemelte, a mai zavaros világban veszély fenyegeti a nemzetállamokat, és az európai civilizáció vallási közösségeit is, azt a zsidó-keresztény kultúrát, amelynek Európa a létét és a megmaradását köszönheti. Simicskó István közölte, nap mint nap sokan dolgoznak azon, hogy felszámolják Európa zsidó-keresztény talapzatát. A saját szellemiségét, kultúráját feladó, felszámoló civilizáció azonban végképp kiszolgáltatottá válik más civilizációknak. Még az idén 3-4 ezerrel bővül a bölcsödei férőhelyek száma, jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériuma, család és ifjúságügyért is felelős államtitkára hétfőn Budapesten. A bölcsödék napja alkalmából a pesti Vigadóban tartott ünnepségen Novák Katalin azt hangoztatta, annyi bölcsödét, illetve bölcsödei férőhelyet kell kialakítani, amennyire szükség van, és ott kell ezeket az intézményeket létrehozni, ahol igénylik, akkor is, ha ez nagy kihívást jelent. Az államtitkár komoly eredménynek nevezte ugyanakkor, hogy elérték, hogy a korosztályhoz tartozó gyermekekre arányosan még soha nem jutott annyi férőhely, mint most. Magyarországon jelenleg 48 ezer bölcsödei férőhely van. Az újabb bölcsödei férőhelyek létrehozását egyebek mellett azzal indokolta, hogy a diplomaszerzés, a szakmai életút elindulása és a család alapítás, a gyerekvállalás dilemmája egyre erősebben él a magyar fiatalokban. Erősebben, mint 20, 30, 50 vagy éppen 150 évvel ezelőtt. Közölte, a kormány üzenete az, hogy a fiatalok bátran vágjanak bele a családalapításba, bátran vállaljanak gyereket, hiszen a bölcsödékben is biztonságban tudhatják a gyerekeiket, ha például a munkájuk miatt ilyen intézményi ellátásra van szükségük. Annyi bölcsöde kell, amennyire szükség van, tehát amennyi bölcsödei férőhelyet éppen igényelnek, és ott, ahol igénylik, ott kellene annyit tudnunk biztosítani. Ez egy nagyon komoly kihívás, ennek szeretnénk megfelelni. Nem mondom azt, hogy ezzel készen vagyunk, de jobban állunk, mint álltunk 8 évvel ezelőtt, és 4 év múlva még jobban fogunk állni, mint most. Csak hogyha az idei évet nézzük, hogy mondjak valamit a sajtó képviselőinek is, csak hogyha az idei évet nézzük, akkor még ebben az évben 3-4 ezer bölcsödei férőhelyet fogunk tudni létrehozni, tehát folyamatosan tudjuk bővíteni a bölcsödei férőhelyeknek a számát, és hogy milyen legyen a bölcsöde biztonságos, szép, kulturált, és leginkább olyan emberek dolgozzanak benne, akik valóban a gyermekekért vannak, akik a gyermekekért dolgoznak. Erről szól a bölcsödei program, erről szól a bölcsödei rendszernek a megújítása, amit most már 2 éve folytatunk, és ebben nagyon komoly szövetségeseink önök is, és nagyon köszönöm azt, hogy vitorlát bontottak, nem pedig úgy érezték, hogy itt a változás szelének köszönhetően falakat kellene építeni, vagy éppen meg kellene ijedni, vagy éppen olyan negatív hangokat kellene elindítani, amelyek a szkepszist fogalmazzák meg. Nem ez történt, önök vitorlát bontottak, és úgy látom, hogy ez a hajó valóban elindult, sőt, nagyon szépen siklik, most már én azt is mondanám, ami a vitorlázásban egy nagy eredmény, hogyha egy hajó már siklik a vitorlabontás után. És ennek köszönhetően én azt látom, hogy elértük azt, hogy több a bölcsödei férőhely, mint korábban. Hogyha arányosan nézzük, azt is kiszámolták Ildikóék, hogy a korosztályban lévő gyermekek arányában nézzük, akkor soha nem volt még ilyen magas a bölcsödei férőhelyeknek a nem a száma, nem abszolút értékben a száma, hanem az aránya. Egy hónap múlva lép életbe a Széchenyi pihenőkártya működését szabályozó új kormányrendelet. A legfontosabb technikai változás, hogy a szolgáltatók pénzforgalmi számlán kezelik majd az egyenlegeket. Ez a technikai átállás a következő 6 hónapban történik, tájékoztatta a hiradó.hu-t Fata László, kafetéria szakértő. Mint mondta, a felhasználókat és a munkáltatókat közvetlenül érintő változás, hogy pénzforgalmi szolgáltatók az új rendszerben a feltöltést követő második év május 31-e után nem a munkáltatók részére utalják vissza majd a fel nem használt összeget. Kiemelte, az ilyen maradvány összegek a pénzforgalmi szolgáltatóknál továbbra is hozzáférhetők lesznek a munkavállalók számára, de a szolgáltatók díjat számíthatnak fel ebből. Ezt a díjat a pénzforgalmi szolgáltatók a szép kártyával közvetlenül összefüggő marketing költségekre fordíthatják. A felszámított havi díja a fel nem használt pénzeszköz legfeljebb 3%-a lehet. Április közepéig több mint 2 millió megtekintést fogadott a személyi jövedelemadó bevallási tervezetének internetes oldala,
így jóval többen látogatták az ESJA felületet, mint tavaly. A Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfői közleménye szerint az oldal látogatói közül 500 000-an módosítás nélkül hagyták jóvá az ESJA tervezetüket, 800 000-en pedig postán kapják meg. A bevallás tervezetet mindenképpen ki kell egészíteni olyan bevétel esetén, amelyről az adóhatóságnak nincs adata, hangsúlyozta a szervezet. Ilyen lehet az őstermelői vagy a lakáskiadásból származó jövedelem. A személyi jövedelemadó bevallásának határidejéig május 22-ig még lehet ügyfélkaput nyitni. Ezen keresztül egyszerűen megtekinthető a NAV által készített tervezet, és az ESZIA 1+1%-áról is lehet rendelkezni. Emellett továbbra is van lehetőség a bevallás önálló elkészítésére és papír alapú beküldésére, áll a közleményben. Az idén a tavainál másfél hónappal korábban már hétfőn megkezdődött az országos szúnyoggyérítési program, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-vel. Mint írták, az elmúlt hét esős és napsütéses időjárása különösen kedvez a szúnyoglárvák fejlődésének. Azzal, hogy a katasztrófavédelem által irányított központi szúnyoggyérítést ilyen korán megkezdik, még lárva állapotban kifejlődés előtt lehet csökkenteni a csípőszúnyogok számát. Közleményükben kifejtették, a biológiai eljárás során egy baktérium által előállított fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a szúnyogok tenyésztőhelyeire. Ez a fehérje, amelyet nagyobb kiterjedésű vízfelületeken, például a Velencei tónál vagy a Tisza tónál repülővel, a kisebb vízfelületeknél pedig nagy nyomású permetezővel juttatnak ki, teljesen ártalmatlan az emberekre, állatokra és növényekre, kizárólag a szúnyoglárvákat pusztítja el. Egy kullancs körülbelül 3000 kullancs gyereknek ad életet, mondta a hétfői Magyar Hírlapban Kapiller Zoltán állatorvos. Hozzátette, körömmel vagy csipesszel tilos kiszedni a kullancsot emberből és házi állatból egyaránt. Míg 1986 előtt októbertől márciusig nem voltak kullancsok, mert a tél jó részüket elpusztította, manapság az időjárás megváltozása miatt jelentős részük túléli ezt az évszakot, írja a lap. Ha szorongatják a vérszívó nyakát, védekezésként fertőző nyálat köp az emberbe, ezért csak a patikákból beszerezhető hivatalos orvos technikai eszközzel, a kullancs eltávolító kanállal szabad nekiállni a kiszedésnek, hangsúlyozta az állatorvos. A kullancsok közel fele fertőző, és ezek leggyakrabban a Lyme-kort terjesztik. A betegség felismerése nehéz, mert mindenkinél más tünetekkel jár, olvasható a lapban. Közel 1000 nevező volt a 44. Komárom-Komárnó futóversenyen. A rajt ezúttal a dél-komáromi sportcsarnoknál volt, ahol dr. Molnár Attila dél és Tubendek László észak-komáromi polgármester együtt indították el az 5,5 kilométeres és a 10 kilométeres versenytávot teljesítők mezőnyét. A megméretetést végül több mint 800-an teljesítették. Összesen 926-an neveztek a futóversenyre, közülük 813-an teljesítették is a távot vasárnap. A megmérettetés idén is elérte a célját, hiszen a résztvevők népszerűsítették a futást, és mindkét Komárom hírnevét öregbítették. A futás a dél-komáromi városi sportcsarnoktól rajtolt, ahol előtte közös zenés bemelegítéssel várták a szervezők a futókat. A résztvevőket az észak-komáromi városi sportcsarnoknál felállított célban frissítővel várták, valamint minden futó egy emlékérmet kapott, elismerve ezzel, hogy sikeresen teljesítették a kitűzött céljukat. Emléktáblát avattak a Brigéció gyógyfürdőben április 25-én. A ma is használt gyógyvízre 1965-ben leltek rá, 1268 méteres mélységben. Tóth István a rost kikészítő vállalat telepvezető igazgatója volt, és Komáromváros gyógyvizének megtalálásában jelentős szerepet játszott. Írásos emlékek ugyan nem őrzik nevét, lánya a Szecső Tiborné, Tóth Mária néhány hónappal ezelőtt azzal a kéréssel kereste meg a komáromi Brigéció gyógyfürdő vezetőségét, hogy édesapjának, Tóth Istvánnak emléktáblát szeretne állítatni a fürdő területén. A fürdő vezetősége nagy tisztelettel biztosított helyet annak az emléktáblának,
amely Tóth Istvánnak és mindazoknak állít emléket, akik a gyógyvíz megtalálásában szerepet játszottak. A tábla szövege hálából Tóth Istvánnak, a komáromi rostkikészítő vállalat telepvezető igazgatójának és Görög Jenőnek, a Budapesti Műszaki Egyetem mezőgazdasági kémiai technológiai tanszék vezető docensének és azoknak, akik hozzájárultak a gyógyvíz megtalálásához és minősítéséhez. Komáromváros gyógyvizét 1965-ben fedezték fel, amikor lenáztatási célból kutat fúrtak. Azért vagyunk itt, hogy egy hálatáblával köszönetünket fejezzük ki a termálvíz megtalálóinak és minősítőinek. Köszönetet akarok mondani apámnak, a rostkikészítő vállalat telepvezető igazgatójának. Ő kérelmezte a kutfúrás engedélyezését az akkori könnyűipari minisztériumtól, vállalta a felelősséget, hogy az engedélyezett mélységen túl tovább furasson. Az akkori vezetés nem támogatta ezt a javaslatát, tettét, ám kitartott ő a gondolata mellett, és a munkájának az eredménye a 62 Celsius fokos melegvíz lett, amit 1967-ben gyógyvíznek nyilvánítottak, és a hidegivizű strandra vezettek. Csütörtökön változóan többször erősen felhős lesz az ég, szórványosan zápor, helyenként zivatar várható. Megerősödik az északnyugati szél, kora délután 18 és 23 fok várható. Pénteken északnyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet, egyre hosszabb napos időszakokra van kilátás, csak néhol fordulhat elő egy-egy futó zápor. Élénk lesz az északnyugati szél, 16 és 21 fokra melegszik a levegő. Szombaton a napsütéses időben délután egyre intenzívebbé válik a gomoly felhő képződés, ezekből pedig helyi záporok is kialakulnak, a délkeleti szél élénk lesz, 21 és 26 fokra számíthatunk. Vasárnap a változóan felhős füllett időben szórványosan alakulnak ki záporok, zivatarok, élénk lesz a déli szél, a hőmérséklet csúcsértéke 21 és 26 fok között alakul. A jövő hét elején kezdetben erősen felhős lesz az ég, majd egyre több felé kisüt a nap, szórványosan várható eső, zápor, néhol zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul majd.